Jó napot! Jó napot! Jó napot! Én egy nemzetközi hírű séf vagyok, a Global Chef Challenge nemzetközi világbajnokság harmadik helyezettje, a Göteborgi Barbecue Fesztivál negyedik helyezettje és a Magyar Gasztronómiai Szövetség tiszteletbeli tagja vagyok. Hát én a helyi Annabal sörivó versenyének a második helyezettje, a Retek Fesztiválon a zsákba futó verseny negyedik helyezettje, és a helyi asszonykórus tiszteletbeli tagja vagyok. Asszonykórusban nem csak asszonyok vannak? Ezért vagyok tiszteletbeli tag, ugye? Na azért jöttem, hogy egy autentikus disznóvágás szemrevételezésével tágítsam a tudásom. Hát itt mi inkább pálinka szájba vételezésével tágítjuk, amit tágítani szoktak. Maga fogja levezetni a disznóvágást? Én. Maga itt a sztárséf? Énekelni nem fogok, nyugodjál meg. De gondolom szakember. Az volné, igen, bádogos, de most disznót vágunk. És ez itt a leölt haszonállat? Nem, az ott Jenő. 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 Segített fogni a disznót még korábban. S árammal sokkolták? Nem, csak túl sok pálinkát jött. Úgy értve a disznót árammal sokkolták? De persze, azt arázza meg a kolbász a nyelvemet, mi? Áramot kellett volna adni neki. De ez disznó, nem? Duracelnyuszi. Jó, milyen jellegű ételeket terveznek a disznóból? Többnyire zsírosat. Jó, de milyen ízvilágban gondolkodnak? Édes? De ez disznó, nem lekvár. Savanyú? De ez disznó, nem káposzta. Mégis milyen ez a disznó? Döglött. És a húsát konfitáljátok, szuvidáljátok, flambírozzátok? Megsütjük. Bloodyra, mediumra, perfectre? Forróra, ha milyen. Akkor mivel tálalják? Kakukkfű, zsája? Feleségemmel. Fogyókúrási ételeket terveznek a disznóból? Lassan 1:30. Ez milyen válasz? Hülye kérdésre, hülye válasz. Akkor milyen jellegű konyha áll önökhöz közel? Gondolok itt a paleolit konyha, a reform konyha. A nyári konyha. Utolsó kérdés, így minden sztárséfnek van egy ilyen speciális védjegye, hogy főz. Önnek van ilyen? Miféle, hogy legyen nekem? Jamie Oliver pucéron főz, naked chef. De ez az Oliver nem erre felé valós, igaz-e? Nem, ő angol. Na azért, mert itt már biztos nem élne.